A pályafutását Nyíregyházán kezdő szakember utánpótlás edzőként klubszinten és válogatott szinten is jelentős eredményeket ért el. Dolgozott az Albafehérvár felnőtt csapatának szakmai stábjában, majd tavaly hazatér szülővárosába. Első felnőtt szezonjában a kékcápák irányításával osztályozó nélkül benn maradtak az élvonalban, és fennállásuk során először bejutottak a Magyar Kupa döntőjébe. Voltak olyan periódusok, amikor főleg az elején kicsikét nyögvenyelős volt, illetve negatív volt a dolog, de kiegyenesedtünk, és úgy gondolom, hogy a végére abszolút nem lett panaszunk, és nem szeretnénk tehetetlenek lenni, hiszen újonc csapatként azt gondolom, hogy a minimális célt elértük, és mondhatni magabiztosan, hiszen play-out nélkül sikerült elérni a bentmaradást. Ami nehézség volt, hogy valóban a légiósok abszolút nem ismerték a magyar mezőnyt, illetve a magyar játékosaink ismerték, viszont régen vettek benne részt, és ez dupla nehézség volt, hiszen a magyarokat kellett egy olyan szintre felhozni, ami az A csoportnak megfelelő, illetve a légiósokat is bele kellett tanítani úgy idézőjelbe abban a ritmusban, illetve az ellenfelekbe. Bár akkor nyilván segít, hogy azért az amerikai játékosok egyetemi bajnokságban itt-ott azért már játszottak egymás ellen, de ezek ilyen részinformációk. Úgy gondolom, hogy ez a végére azért sikerült összehozni, hogy nagyon jó kémiája lett a csapatnak. Igaz, hogy ehhez kellettek erősítés szintjén egy igazolás egészen a szezon elején, illetve a kémiát, hogy rendbe tegyük a végén az Alonzókkal, mert nagyon sokat segített a csapatnak. Jövőre is a kékcápák játékosa lesz Bazsó Bruno, aki 23 mérkőzésen lépett pályára az előző idényben. A 26 esztendős kosaras 17 játékpercet és közel 4 pontot, valamint 2 lepattanót átlagolt. Úgy gondolom, hogy sikerült igazából elérnünk a céljainkat, ez ugye a bennmaradás volt. 11. helyet szereztük meg, igazából azt mondanám, hogy ez egy még jobb, mint amit vártunk, mert nem kellett játszanunk play-outot itt a végén, úgyhogy úgy gondolom, hogy összességében pozitív szezon zártunk. Pető Ákossal újabb 2 évre szóló szerződés kötött a klub. A szakember szerint évről évre emelkedik a bajnokság színvonala. A magyar válogatott játékosoknak azt mondom, hogy a 90-95%-a itthon játszik, tehát ez emeli a bajnokság rangját, illetve úgy gondolom, hogy nagyon jó légiósokat tud a magyar bajnokság bevonzani. Talán, sőt biztos, hogy nem a top európai színvonalat, de az alatt közvetlenül is ez egy nagyon jó, hogy mondjam, ugródeszka a légiósoknak. Szeretnek is idejönni, hiszen innen tovább tudnak állni. Tehát úgy gondolom, hogy ez nagyon sokat segített, illetve az, hogy a magyar csapatok az utóbbi pár évben a nemzetközi kupát igencsak előszeretettel vállalják, és emiatt is jobb légiósok tudnak jönni, illetve olyan ritmust tudnak játszani, például idén a Falkó, tehát egy abszolút BL ritmust tudtak játszani, és sajnos éreztük is a bőrünkön. De ez mind hozzájárul az, hogy fejlődjük a magyar bajnokság. Pető Ákos és a klub vezetése már a jövő szezon keretének kialakításán dolgozik. Mivel a bajnokságban a negyeddöntőknél tartanak, a magyar piac még nem indult be. Az Albafehérvár már bejutott a legjobb 4 közé. A Falkó Szeged, Kecskemét Szolnok és Körmend Oroszlány párharcban 2-1 az állás.